Megérkezett az ígért hideg front az országba. Délelőtt elsősorban a Duna vonalában alakultak ki kisebb-nagyobb zivatarok, délután pedig további heves esőzésekre kell számítani, leginkább a Duna-Tiszak közében. Jégeső és felhőszakadás is lehet, és szinte az egész országban másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ragyogó kiránduló időre ébredtek az emberek a Heves-megyei parádon. Délelőtt megteltek a környék legnépszerűbb kirándulóhelyei, a legtöbben így próbálták átvészelni a forróságot. Közben Bács-Kiskun megyében több helyütt szinte másodpercek alatt szakadt le az ég. A hidegfronttal érkező vihar 9 óra magasságában érte el Bács-Kiskun megyét, akkor Kalocsánál csapott le először az eső, heves esőzés, illetve villámlás kíséretében. Az igazán erős szél azonban egyenlőre elmaradt, és úgy néz ki, hogy erre talán nem is kell számítanunk. És Budapesten is eleredt az eső délelőtt, a felfrissülés azonban nem tartott sokáig. Mi most a Gellért-hegyről figyeljük a várost, és talán mögöttem elég jól látható, hogy milyen párás a levegő, és hogy milyen felhős az ég. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint nem csak ezek a heves zivatarok voltak a mai nap folyamán, a délutáni órákban lehet számítani még egyébként akár 100 km/h széllökésekre. Fejős Ádám, az M1 meteorológusa azt mondta, egy hideg front érte el az országot, és ez határozza majd meg a következő napok időjárását is. Nem lesz mindenütt heves zivatar, viszont ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre nagyobb eséllyel. Most a délutáni időszakban arra számíthatunk, hogy inkább elszórtan alakulhatnak ki hevesebb záporok, viszont a zivataroknak a veszélyesebb kísérő jelenségei azok még nem most érnek bennünket. Kisebb jég esetleg előfordulhat a délutáni zivatarokban is. Szinte az egész országban másodfokú figyelmeztetés van érvényben a heves zivatarok miatt. A vihar néhol 60-70 km-es széllökésekkel érkezhet, sok helyen pedig jégeső és felhőszakadás is lehet. Kapcsolunk Szegedre, a Tiszapartra, ott van Maja Lilla. Szia! Milyen ott az idő most, és vannak-e ezért nyaralók, strandolók? Szervusz, jó napot kívánok! Ijesztget itt bennünket az időjárás, hiszen néha elkezd egy picikét csöpögni az eső, de azért ide még nem ért ide a nagyobb eső, nem volt még egyelőre a mai napon vihar. Most egyébként olyan 35 körül alakul a hőmérséklet, ez azért sokkal jobb, mint az elmúlt két napban, hiszen tegnap 38,8 fokot mértek, tegnap előtt pedig 36,8 fok volt itt Szeged városában. És hát ugye a nyaralók, a strandolók is úgy vannak vele, hogy nem tudják eldönteni, hogy ki jöjjenek, vagy nem. Voltak itt már délelőtt is sokan, aztán most sokan hazamentek, ahogy elkezdett cseperegni az eső, de ez szinte pár másodpercben volt csak mérhető. És hát ugye jönnek, folyamatosan érkeznek, hiszen nagyon jó hőmérsékletű a Tiszának is a vize, jelenleg 27 fokos. És hát tényleg jellemző az erre az idei nyárra, hogy hol esik, hol fúj, ahogy mondanám, és illetve nagyon-nagyon melegek szoktak lenni, hiszen eddig még sosem fordult elő, hogy ennyire sok kiemelkedően meleg nap legyen júniusban. 6-szor fordult elő, hogy 35 foknál magasabb volt a hőmérséklet itt Szegeden, és júliusban már két nap ilyen is volt itt Szeged városában, tehát nagyon-nagyon meleg van. Itt még a mai nap is ez várható, talán-talán valamikor majd délután érhet ide 5-6 óra körül a hidegfront, úgyhogy addig azért még nyugodtan lehet strandolni is akár. Maja Lillának köszönjük szépen!